Szépe József úgy megy, hogy marad. A Nyíregyháza Tigers elnöke az elmúlt szezon végén 3 év után lemondott tisztségéről. Munkássága alatt 2 terembajnoki címet és 1 második helyet szereztek a Tigrisek, és a csapat mindháromszor bejutott a kiemelt bajnokság rájátszásába. A klub közgyűlésén a korábbi elnök megerősítette lemondását, viszont továbbra is segíti a csapat munkáját. Le kell vonni a tanulságot az elmúlt 3 évből, és ezért abban maradtunk, hogy megosztjuk a feladatokat. Ez elsődlegesen abból áll, hogy a szakmai részt azt Bora Tamás, Jüri Nehornyak és Pápa Szabolcs fogja vinni, a felkészülés és a nevezés és egyéb dolgokat. Én pedig megmaradok a menedzser és egyéb ilyen kommunikációs funkcióknak az elvégzése mellett, és így felosztva és így levéve a vállamról terhet, eléggé hatékonynak ígérkezik ez a dolog. Ha nem ez a stáb állt volna össze, én biztosan nem gondolom meg magam, és nem engedek a kísértésnek. A Tigers a jövőben hangsúlyosabban foglalkozik majd az utánpótlás neveléssel, több korosztályban is szeretnének csapatot indítani. Én azt gondolom, hogy elsődleges célunk az utánpótlás nevelés kell, hogy legyen. Az U13, U15, U19, és akkor emellett a felnőtt bajnokságok természetesen továbbra is aktuálisak lesznek. Ebben a hónapban, július 14-én csütörtökön 6 órától indul az első toborzó kampányunk, az első nyílt edzésünk idén. A terveink szerint minden hónapban fogunk egyet tartani, egészen októberig bezárólag. Az a célunk, hogy egy olyan érdeklődő bázist alakítsunk ki, akik szívesen kipróbálnák ezt a sportot, főként a fiatalokat várjuk, de természetesen bárki, aki kedvet érez, hogy kipróbálja ennek a focinak a tackle, az ütközős változatát, vagy a flag változatát, ami kicsit non-kontaktabb sportrész. Én azt gondolom, hogy meg kell ismertessük a megyével ezt a sportágat még inkább, és vannak itt tehetségek, akiket szeretettel várunk. A Tigers U19-es csapata szeptemberben kezdi a bajnokságot, 2 hazai és 2 idegenbeli mérkőzést biztosan játszanak majd a nyíregyházi fiatalok. A felnőtt együttes a tervek szerint novemberben pályára lép egy edzőmeccsen, a felkészülés pedig jövő év elején kezdődik. A cél, amennyiben a lehetőségek engedik, továbbra is a kiemelt bajnokságban való szereplés.